Kedves szülők! Most figyeljetek, segítünk nektek! Ha úgy érzed, hogy gyermeked valamilyen tanulási, viselkedésbeli vagy fejlődésbeli problémával küzd, vagy nem egészségesen született, akkor hallgass minket! Minden szerdán 9 és 10 óra között a Jó reggelt Fehérvárban a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat munkatársai segítenek, hogy gyermeked a legjobb fejlesztést és ellátást kapja. Szakemberektől hitelesen itt a Vörösmarty Rádióban. És már is folytatjuk, illetve elkezdjük a mai napon a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálattal közös műsorunkat itt a Vörösmarty Rádióban a 99.2-n. Vendégem a stúdióban Hargita Jenikő, főigazgató helyettes, és ugye a bizottság vezetője. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek téged. Illetve itt van dr. Lakatosné Pintér Anita, pedig ugye a megyei szakértői bizottság munkaközösség vezetője. Téged is köszöntelek nagy-nagy szeretettel. Köszöntünk mi is, és köszöntjük a kedves hallgatókat. Egy csomó mindenről beszélgettünk már adáson kívül. Ugye mondtam a hallgatóknak, amikor konferáltam a témát, vagy így elővezettem a témát, hogy ez a megyei szakértői bizottság, ez annyira hivatalos hangzik, és annyira rémisztő, vagy így nyomasztó neve van, amiről ti nem tehettek, hát ez a neve. Hát de emögött azért nagyon-nagyon kedves emberek vannak, ezt tanúsítatom rólatok is, meg a többi kollégáról is nyilván. Nagyon felkészült emberek vannak, olyan szívlélek emberek, akik tényleg arra tették fel az életüket, hogy segítsenek a szülőknek, segítsenek a gyerekeknek, tehát a név miatt ne riasztan el senkit ez a dolog, ezt csak azért mondom, kicsit marketingeljünk idézőjelben. Első kérdésem tök váratlan lesz, mutassuk be legelőször is azt a megyei szakértői bizottságot, ennek a tevékenységét, hogy mi ez, aki nem tudja, mi ez a bizottság, hogy működik ez a bizottság, miért jó, hogy van ez a bizottság, mi az, amiket kell róla tudnunk mindenképpen. Hát ugye a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálatnak az egyik szakfeladata, amit ellátunk a megyei szakértői bizottságban. A járási szakértői bizottságok által elvégzett első vizsgálatok kerülnek hozzánk első körben, hogyha a járási szakértői bizottságban felmerül a gyanú, hogy esetleg sajátos nevelési igény áll fenn. És hogyha hozzánk kerül egy ilyen kisgyermek, vagy nagyobb gyermek, attól függ, hogy mikor vizsgálja a járási bizottság, akkor a mi kollégáink végeznek kiegészítő vizsgálatot, vagy pedig komplex vizsgálatokat, ami ugye pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai, esetleg logopédiai, mozgásvizsgálat, orvosi vizsgálat, és ez alapján megállapítjuk, hogy fennáll-e valóban a sajátos nevelési igény, vagy pedig nem, esetleg beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség áll fenn, vagy pedig az sem. Hát a legtöbb esetben megállapítjuk a sajátos nevelési igényt, ez ugye különböző diagnózisokat takarhat. Igen. A szülők számára ugye talán a legismertebbek a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, az ADHD, ugye a figyelemhiány, hiperaktivitás, az autizmus, a beszédfogyatékosság, illetve hát úgy mondjuk, hogy nyelvi fejlődési zavar, sokkal szebb, mint a egyébként fogyatékosság. Egyébként, de azt nem is tudtam egyébként, hogy a diszlexia, diszgráfia, ugye az már akkor az SNI kóddal jár. Azt gondoltam, hogy ez is elég súlyos, de talán súlyobb, kívülállóként, meg ugye hozzá nem értőként a súlyosabb esetekre gondoltam, hogy ők kapnak mondjuk ilyen SNI kódot, de akkor ők is már ide tartoznak, vagy ennek minősülnek. Hát ha már megállapítjuk, hogy diszlexia, diszgráfia vagy diszkalkulia van, az már egy súlyos eset. Tehát ott már annyira akadályozott a tanulási teljesítmény, hogy konkrétan például olvashatatlan az írás, vagy olyan mennyiség akkor helyes írás. De tényleg, ami ezt ugye elolvasod. Igen. Akkor, és ha jól értem, ti vagytok a második, tehát először van egy járási bizottság, aki megállapítja, hogy a gyereket hát tovább kell hozzátok küldeni még átfogóbb vizsgálatokra, és akkor nálatok ez megtörténik nagyon komoly szakemberekkel, és akkor végig is a diagnózist ti vagytok hivatottak kiállítani a így gyerekről, igen, hogyha jól értettem. Így van, de hát nyilván csak orvosilag alátámasztottan, tehát a bizottságban is van szakorvos. Van szakorvos. Illetve vannak olyan gyerekek, akik már úgy érkeznek hozzánk, hogy voltak valahol szakorvosi vizsgálaton, és hozzák magukkal a szakorvosi diagnózist. Azt kérdezném most tőletek, Anitától is, hogy néz ki, tehát hogy képzelje el a szülő, hogyha elviszi hozzátok, vagy bárhova ilyen vizsgálatra a gyereket, hogy jó, bemegy a portál, jó napot kívánok, XY vagyok, hoztam a gyereket vizsgálatra. Ez hogy néz ki gyakorlatban? Mi történik ilyenkor? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék,
Eszembe jutott, amikor mondtad, hogy neked is olvashatatlan az írásod, hogy tulajdonképpen nem olyan régiben a szakértői bizottságoknak a tevékenységi köre, feladatköre az ki is bővült, például felnőtteket is. Akkor megyek hozzátok, figyelj. Vizsgálunk. Én megyek, állapítsatok meg, bármit is állok elébe. Igen, de lehet, hogy van bajom, sokan mondják egyébként. Na de viccet félretéve, ugye ezt én mindig szoktam mondani, nem csak ebből titkot, ebben mi is érintettek vagyunk a kislányom által, ugye ő is esen is, van neki pár kódja, ugye születési rendellenesség miatt, tehát én nagyjából tudom. És azt is tudom, hogy nem rémisztő, sőt, nagyon-nagyon kedvesek vagytok. Tudom, a szülőkkel szívetek, lelketeket kiteszitek, és pont ezért beszéljünk erről, hogy néz ki egy ilyen vizsgálat, hogy tényleg ne az legyen, hogy a szülők elriadnak ilyentől, és esetleg mondjuk nem mennek el, nem viszik a gyereket, mert félnek valami által, vagy valamiért. Ugye abból indulunk ki, hogy hozzánk jellemzően már azok a családok kerülnek, akik egy hasonlóan működő szakértői bizottságnál már voltak, hát kivételképp ez mondjuk ez alól a 3 éves kor alatti gyermekekkel rendelkező család. Tehát valamiféle tapasztalatuk már van ezeknek a családoknak. A járási bizottságoknál is nagyon kedves szakemberek dolgoznak. Biztosan, persze. Tehát ott már azért kapnak egy tájékoztatást, hogy mire is számítsanak. Ugye először is van egy dokumentumátadás, amikor megérkezik a család a gyermekkel, akkor a megyei szakértői bizottság kollégái már nagyjából tisztában vannak, tájékozódnak a gyermeknek az állapotáról, feltérképezik, amennyire lehet papír alapon a családot. Úgyhogy van egyfajta biztonság, ami a kommunikációnak az egyik alapját képezheti. Persze. Adminisztrációs tevékenységgel találkoznak legerőször a családok, és amikor ez lezajlott, akkor a komplex vizsgálatunknak az első részébe kapcsolódnak be, ez vagy a pszichológiai vizsgálat, vagy a pedagógiai vizsgálat. Ha éppen úgy tudjuk csak megszervezni, akkor lehet ez egy kiegészítő vizsgálat is, logopédiai vagy mozgásvizsgálat, ahol az a szakember, aki először találkozik a vizsgálat folyamán a családdal, tájékoztatja arról, hogy körülbelül mire is számíthat. Körülbelül mennyi ideig fog tartani ez a vizsgálat, mit tartalmaz. Tehát mindenképpen egy beszélgetés az a vizsgálatot, konkrét vizsgálatot megelőzi. Igen. És hogyha megvan ugye a vizsgálat, tehát bemegy a gyerek, ott nyilván rengeteg feladatot kap, játékosan ne érezze az vizsgálatnak, és utána ugye figyelitek, onnan nagyon-nagyon sokan, ott a szakértői bizottság tagjai, ugye nyilván megvan milyen részt, milyen területet figyeltek, és utána az nem lehet egy kis munka nektek azért ezt összefésülni, és mondjuk ebből egy ilyen diagnózist vagy rendszert összeállítani, ugye? Tehát az is azért ez egy elképesztő feladat. Hát itt tulajdonképpen team munkáról beszélünk, ez azt jelenti, hogy a szakemberek közösen dolgoznak ezen a feladaton, illetve közösen dolgoznak a gyerekkel, illetve a szülővel. Minden körülményt figyelembe kell venni, tehát a beérkező, ahogy Anita is mondta, a beérkező dokumentumokat már előzetesen tanulmányozzuk. A vizsgálatot úgy állítjuk össze, hogy az megfeleljen a gyerek életkorának, állapotának, illetve a feltételezett diagnózisnak. Életkor függő, hogy a feladatok milyenek. Ugye nyilván a kicsiknél a játékos feladatok, azok a tesztek kerülnek elő, amiket az életkorának megfelelően játékosan meg tud oldani. Nagyobb gyerekeknél pedig nyilván már az iskolás jellegű feladatok, illetve kifejezetten iskolai jellegű feladatok fordulnak elő. Ezekből az eredményekből, amikkel előzetesen már rendelkezünk, illetve amiket megállapítanak a kollégák a vizsgálat során, ezekből az eredményekből kell nekünk megállapítani azt, hogy fennáll-e a sajátos nevelési igény, és hogyha igen, akkor milyen diagnózis az, amit adunk ennek a gyermeknek. Ez nem egy egyszerű feladat, és nagyon sok mindent figyelembe kell venni, elsősorban a szakmai kritériumokat. Ez nem úgy néz ki, hogy lóg a levegőbe valami, és akkor most akkor ez a gyerek diszlexiás lesz, ez pedig majd ADHD
család, és hanem persze. Itt hát szigorú, itt, szigorú szakmai kritériumok vannak, segédanyagok, segédeszközök állnak a szakemberek rendelkezésére, illetve minden esetben van egy konzultáció, egy szakmai konzultáció a vizsgáló szakemberek között, illetve hogyha nekik nem sikerül dűlőre jutni, akkor még a bizottság vezetővel, illetve vagy Anitával is konkrétan tudnak konzultálni, és a végső szót azt a szakorvos mondja ki, hogy az a gyanú, amit mi gondolunk, az ténylegesen beigazolódik-e, és akkor ő mondja azt, hogy igen, ez a gyerek, ez mondjuk ADHD-s, vagy autizmus spektrum zavarral él. Általában ezek születnek, meg ugye azért mond az ADHD-t, autizmus spektrum zavar, ezek általában, amik most nyilván furcsánzik, a top kategóriába tartoznak, amiket általában megállapítotok? Tehát ezek a legnépszerűbbek, mondjuk? Hát, idézőjelben, igen, erős idézőjelben tegyük a népszerűséget. Nem csak azért is mondtam ezt, mert hát ezeket most felkapottan használják egyébként sok helyen. Egyébként sokakra elásütik, aztán köze nincs mondjuk ahhoz például, ugye? Tehát sokszor lehet mondjuk az a tök más példa, depressziós vagyok. Hát annak is van kritériuma, hogy ki az, aki depressziós. Azt, hogy rossz kedven van, nem ők depressziós. Attól, hogy a gyerek, mit tudom, nem ül el a fenekén órán például, vagy mit tudom én, ilyen sajtkukac, vagy szokták mondani, attól nem biztos, hogy ADHD-s példa a gyerek, ugye? Ez így van. Pontosan erre szolgál a szakértői bizottsági vizsgálat, hogy kizárjuk azokat az egyéb tényezőket, amik mondjuk okozhatnak olyan tüneteket, mint hogyha hiperaktív lenne egy gyerek, okozhat túlmozgást, egyéb más is. Tehát például a tartós, hosszú tévénézés, számítógépezés, telefonozás, hogyha nincs mellette más mozgás lehetőség, vagy pedig súlyos pszichés teher, mondjuk egy trauma is okozhat ilyeneket. Tehát nekünk pont ez a dolgunk, hogy különböztessük ezeket. Akkor megvan a diagnózis, következő műsor részben pedig akkor arról fogunk beszélgetni, hogy milyen fejlesztési lehetőségek vannak a kezetekben, mik állnak ugye a szülők rendelkezésére. Hogyha valaki megkapja valakinek a gyermek az SNI kódot, akkor mennyire kell pánikba esni, mennyire szoktak pánikba esni, mik a gyermek kilátásai, járhat-e olyan iskolában, mint a többi gyerek? Nyilván egy csomó kérdés felmerül a szülőben, bennünk is ez felmerül nyilván, úgyhogy ezeket én megkérdezném majd tőletek is. Jó reggel, Fehérvár! Székesfehérvár egyetlen helyi rádiós ébresztő sója. Reggel 6-tól 10 óráig Séda Zoltánnal itt a Vörös Marti Rádióban. Minden, ami fontos, minden, ami Fehérvár. Mi a helyzet az utakon? Mi újság a városban? Miről beszélnek a fehérváriak? A hétköznapok minden fontos pillanata, a közlekedésen át a bevásárlásig, a gyerekneveléstől a munkáig. Ez a Jó reggelt, Fehérvár! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig itt a Vörös Martin. Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést ugye a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat kapcsán. A mai napon a megyei szakértői bizottságról és annak tevékenységéről beszélgetünk Hargita Jenikő, illetve dr. Lakatosné Pintér Anitával. Egy csomó mindent átbeszéltünk már veletek. Eljutottunk addig, hogyha valaki megkapja a diagnózist, esen is a gyerek. Akkor kérdezném először is, hogy milyen reakciók vannak általában a szülők részéről, tehát azt gondolom, hogy egy nagyon nagy pánikba esés, esetlegesen sírás, elégedetlenség, az én gyerekem biztos, hogy nem, mivel találkoztok általában? Általában egy megnyugvással találkozunk. Igen? Igen. Én azért is állíthatom ezt, mert én nagyon régen itt vagyok már, igaz, hogy több nevünk volt már, de most nevezzük egyszerűen szakértői bizottságot. Én már nagyon régen itt vagyok. És általában ez tényleg általánosság. A szülők nyugtázzák, hogy végre kiderült, hogy miért van ez a fejlődésbeli elakadás, és ritkább az az eset, amikor kétségbe esnek. Amikor úgy jönnek oda a vizsgálatra, hogy abban bíznak, hogy kiderül, hogy mégsem áll fent az a probléma, amire ők azért valahol a lelkük mélyén már gondolnak, de hátha. Tehát természetesen ilyen is van, amikor kétségbe esnek, de általánosságban azért elmondható, hogy
az egy megnyugtató érzés, hogy végre lehet tudni, hogy mi van a mögött, az esetlegesen sok-sok tünet mögött, amit a gyermek produkál, illetőleg ami elakasztja őt a fejlődésben. Uh-huh. És akkor megkapja a diagnózist, ugye nyilván papírformában is, meg gondolom ugye most már digitálisan is. Utána mi lesz? Tehát mi a teendő? Az érdekel engem, meg egy csomó embert, szerintem, hogy van a gyereknek mondjuk egy ilyen kódja, hogy eseni, hogy sajátos nevelésű igényű, amiben ugye beletartozik jó pár dolog, amit felsoroltatok. Önök a gyereknek mondjuk akár a fejlesztésben, akár pedig az iskolai előmenetelben, hogyha oda kerül majd a sor, neki milyen lehetőségei vannak, most maradjunk 2021-ben Magyarországon. Jók ezek a lehetőségek, nyilván minden lehetne jobb, és minden lehetne javítani. Hogy látjátok, hogy tapasztaljátok ezt? Igazából a magyar köznevelési rendszer, illetve a jogszabályok, azok elég széles spektrumot kínálnak a gyerekek, illetve a szülők számára. Nyilván nem mindenhol áll rendelkezésre minden. Tehát mi is találkozunk azzal, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek egyszerűen nem találjuk meg a megfelelő iskolát, ahol tényleg a fejlődésük maximálisan biztosított lenne. De rendelkezésre speciális intézmények, ahol külön nevelésben speciális pedagógusokkal, speciális módszerekkel töltik az egész napot, az egész hetet, az egész hónapot, stb. A gyerekek. Mm. Tehát minden pillanatban meg tudják kapni azt a speciális fejlesztést, amire nekik szükségük van. És rendelkezésre állnak olyan intézmények, ahol pedig úgynevezett integrált keretek között, tehát a többi gyermekkel tanulóval együtt tudnak tanulni, illetve óvodába járni a gyerekek. Mm. Itt az szokott a probléma lenni, hogy nem minden intézménynek van benne az alapító kiratában az a fajta diagnózis, amivel a gyermek rendelkezik. Mondjuk a településen van egy óvoda és egy iskola, ahol lakik ez a kisgyermek, és mondjuk az óvoda alapító kiratában nincs benne az autizmus diagnózisú gyermek, tehát őket nem tudja ellátni, mert nem szerepel. Amiből azt feltételezzük, hogy nem is áll rendelkezésre feltétel, tehát nincs szakember, nincs eszköz, nincs módszer. És akkor egy másik településen kellene neki intézményt találni, ami pedig egy többlet terhet róhat a szülőkre. Hát igen, azért minden nap, minden reggel vinni, esetleg a több gyerek van, ez nagyon-nagyon nehéz feladat. A másik, ami eszembe jutott, ugye, hogy vannak iskolák, akik befogadják, integrálják ugye az ilyenesen is gyerekeket, hogyha benne van az alapító kiratban. Ugye a gyerekek azért elég kegyetlenek, nem is kegyetlenek, ő még nem mérik fel azt, hogy esetlegesen tényleg egy olyan emberről van szó, aki nem tehet, hogy esen is kóddal rendelkezik, legyen az bármit, akarjon bármit, most ugye akár többféle dolgokat is, és ugye nehogy Isten mondjuk csúfolják azt, erre előfordul az ilyen nyilván, hogy más, mint mi, nem mérlegelik a gyerekek, őszintén kimondják a véleményüket, tehát az is azért vigyázni kell ezzel, megmondom, lehet egy nagyon nagy törés még ez a gyereknek pluszba, ami hát még idézőjelben hiányzik az eddigiek mellé is, tehát nem egyszerű dolog, ez az ottani tanároknak kell ezt tudni kezelni, elképesztő nehéz feladat ez azért, és nagyon nagy felelősség, mint mondtátok mondjuk ezt bevállalni. Ami még érdekel engem, hogy ha valaki megkapja az eseni kódot, van olyan, hogy annyira kupálódik a gyerek, meg annyira fejlődik, hogy ezt mondjuk el lehet hagyni, hogy leveszitek róla, hogy akkor már megszűnt az eseni? Tehát van ilyen? Igen, nagyon szép sikertörténetek vannak tulajdonképpen, jó, és tök jó. Nagyon sokat dolgozott a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat minden tagintézménye azon, hogy a gyerekek minél koraibb életszakaszba kerüljenek be, a korai fejlesztésbe. Uh-huh. Tehát, hogyha egy például egy koraszülött baba a születését követően néhány héttel, hónappal már bekerül a korai fejlesztésbe, korai nevelési tanácsadásba, akkor elérjük azt, hogy mondjuk mire óvodába megy, addigra már tulajdonképpen tünetmentes. Tehát lehet, hogy rá se kerül ez a sajátos nevelési igénydiagnózis, ha mégis, akkor pedig 3 évesen egy felülvizsgálatnál ki tudjuk mondani azt, hogy már nem áll fenn a probléma. Minél később kerül be egy gyermek a fejlesztésre, annál kisebb az esélye, hogy idézőjelben téve meggyógyul, tehát hogy ott azért már vannak olyan dolgok, amikkel nem nagyon lehet mit kezdeni. Persze. De a korai életszakaszban való
fejlesztés, illetve a szülőnek történő tanácsadás megkezdése, az nagyon hatékonyan működik nálunk. Igen, meg a szülőt is ugye kell támogatni lelkileg mindenképpen, hiszen nagyon nagy kihívás, nagyon nagy teher, nagyon megterhelő ez a szülőnek lelki szempontból is. Nyilván nem menjünk el mellette szónik anyagi szempontból is, hiszen még ugye esetlegesen magánfejlesztésekre is hordja a gyereket, hogy minél többet kihozzon belőle. És ami nagyon fontos még, amit láttam, ez egy szintén jó tanács, amiből érdemes okulni, hogy rengeteg idézőjeles szakember van, aki mondjuk elvégzett egy interneten 2 hetes gyors talpalót, és hirdeti magának mindenféle csoda szakembernek. Elviszi a gyereket, a szülő, egy az, hogy lehúzza cefet módon, 2, szakértelem hiányában hihetetlen félret is tudja kezelni azért. Tehát ugye fontos itt, hogy tényleg csak valódi szakemberekhez vigyük a gyerekeket. Igen, természetesen, ugye mi mint szakértői bizottság nem is tehetünk persze, javaslatot, persze. Például magán igen. intézményeknek az ellátására egyrészt, másrészt meg az a szerencse például ennek az internetes világnak, hogy azért gyorsan lehet tájékozódni, úgyhogy én ajánlom is annak, aki mégis valamiféle magánintézményt választ, akkor járja körbe, hogy mi a vélemény annak az intézménynek a szakembereiről, vagy ha van egy magán szakember, akkor az ő munkájáról mi a vélemény. Belecsúsztatnak természetesen, de azért nyilván akiket mi tudunk ajánlani. Persze. Nyilván hát ők elismert igen, nagyon-nagyon profi szakemberek. Igen, elismert szakemberek, úgyhogy mi a szakértői véleményünkbe, illetőleg személyesen persze. is erre teszünk javaslatot. Azon gondolkodom, hogy van-e még valami esetleg, amin mondjuk érdemes beszélgetni, vagy amit még nem kérdeztem meg, és mondjuk fontosnak tartotok elmondani, és mondjuk kimaradt még a mai beszélgetés, mondjuk hasznos információ lett, van valami ilyesmi, még ami fontos? Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dologról nem beszéltünk. Igen. Arról, hogy a szakértői vélemény az tulajdonképpen kire nézve kötelező, és hogy ez egy jó kérdés. Kell-e az abba foglaltakat teljesíteni? Na igen, ez egy jó kérdés. Mi van? Jó van, megvolt, kit érdekel, hagyjál békén. Meg gondolom, van ilyen, azért beszélünk erről. De tényleg ez egy fontos kérdés. Mi van akkor, hogyha valaki nem teljesíti ezeket? Ugye a szakértői véleményben mi meghatározunk a gyerek számára olyan javaslatokat, amiket az iskolának, a szülőnek, az óvodának, a korai fejlesztőnek kell biztosítani. Igen. Ez úgy néz ki, hogy oda van írva, hogy javaslat. És ott fel van sorolva, hogy miket javasolunk. És vannak fejlesztési feladatok, igen. amiket szintén akár javaslatként is értelmezhetünk. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy amit a szakértői vélemény tartalmaz, arra vonatkozóan a gyereknek joga van. Uh-huh. És ez már gyermekvédelmi eset. Tehát, hogyha a szakértői véleménybe foglaltakat, akár az intézmény, aki ellátja a gyermeket, akár a szülő nem tartja be, nem teljesíti, akkor az gyermekvédelmi problémát jelent. Tehát felelősségre vonható. Felelősségre vonható, igen. Hát kell is nyilván, mert a gyerektől tényleg elveszi a sokkal normálisabb, pozitívabb, hatékonyabb jövőjét, hogyha így nem teljesíti van, ezáltal. Így van. Ez fontos. Tehát biztosítani fontos. Kell számára azt, amit, amit oda bele foglalt a szakértői bizottság. Vannak olyan esetek, amikor a szülők nem értenek egyet bizonyos javaslatokkal. De van lehetősége fellebezni, és egy újabb vizsgálattal megnézzük, hogy most akkor az előző bizottsági tím döntése az megalapozott volt-e. Nyilván vannak, akik valami más miatt nem értenek ezzel egyet, mert egyszerűen nem tudják elfogadni, hogy a gyermekükkel probléma van. Uh-huh. Vagy nem tudják elfogadni, hogy mondjuk az intézményen belül kapjon fejlesztést, mert ők szeretnék valahol máshol ezt biztosítani. Uh-huh. Ezekben az esetekben mi mindig azt nézzük, hogy nyilván a szülő a lehető legjobbat akarja. Minden szülő a gyerekének világos. A lehető legjobbat akarja. És az a pedagógusok felelőssége, hogy a szülőket megpróbálják egy olyan irányba terelni, ami mégis a gyerekek számára biztosítja a megfelelő feltételeket. Így van. Akkor legyen ez bocsánat, így. Igen? Visszakanyarodva még a szakértői vizsgálatnak a menetére,
A vizsgálat, az eljárás, maga az eljárás, az egy szülőtájékoztatóval ér véget. És e során azt is kihangsúlyozzuk, hogy amikor a szakértői véleményt készhez kapja az a szülő, nagyon tüzetesen tanulmányozza át. Mm-hmm. Biztos, hogy lesznek benne olyan megfogalmazások, amiket nem feltétlenül ért, mert azért ez egy szakmai dokumentum. Viszont lehetősége lenne arra, hogy átbeszélje azzal a szakemberrel, aki az ő gyermekének az intézményében ellátja a gyermek fejlesztését. Tehát az mindenképpen fontos dolog, hogy a szülő is tudja, hogy mik a jogai, illetőleg a kötelezettségei. És ez megvalósulhat úgy is, hogyha a szakértői vizsgálat után, ahol ugye nagyon sok információval szembesül, ha valami mégsem teljesen egyértelmű számára, az nagyon szerencsés átbeszélni akkor az intézménynek a gyógypedagógusával, konduktorával, szakemberével, többségi pedagógusaival, hogy annak a gyermeknek mi is a járandóságai, illetőleg hát mik azok a kötelezettségek, amit be kell tartani mindegyik félnek. Rengeteg fontos dolog, rengeteg hasznos információ tényleg elhangzott a mai napon is, mint a műsorban. Én köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, és hát nagyon-nagyon jó munkát kívánok a továbbiakban is. Köszönjük szépen, és a jövő héten pedig a járási szakértői bizottságnak a szakemberei fognak. Na, akiket már ugye említettük, szintén nagyon kedves így emberek. Van. Ugye, így van, ez így van. Nagyon-nagyon örülök előre is, és még egyszer köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. Köszönjük. Mi is köszönjük szépen. Kedves szülők! Most figyeljetek, segítünk nektek! Ha úgy érzed, hogy gyermeked valamilyen tanulási, viselkedésbeli vagy fejlődésbeli problémával küzd, vagy nem egészségesen született, akkor hallgass minket! Minden szerdán 9 és 10 óra között a Jó reggelt Fehérvárban a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat munkatársai segítenek, hogy gyermeked a legjobb fejlesztést és ellátást kapja. Szakemberektől hitelesen, itt a Vörösmarty Rádióban.